Jó estét kívánok! Február utolsó hétvégéjén köszöntöm a Sárbeli Televízió Hírek 7-kor című műsorának nézőit. Szombat esti közéleti magazinunkban az elmúlt napok legfontosabb helyi történéseiről láthatnak képes beszámolókat. Ajánlókkal, érdekességekkel és sporthírekkel jelentkezünk. Műsorunk elején nézzük képes tartalomjegyzékünket. Stabil és a lehetőségek költségvetése az idei büdzsé, hangzott el a sárvári Fidesz sajtótájékoztatóján. A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkájáról kérdeztük az intézmény vezetőjét. Nyílt napot tartottak az érdeklődő szülők részére a Sárvári Nádasdy Tamás általános iskolában. Ismét Kálmán Józsefet választották meg a Sárvári Nyugdíjas Egyesület elnökének. Bemutatták Veszprémi Józsefnének a Sárvári Díszítőművész szakkör alapítójának új könyvét. A 60 éves magyar grafika jubileumát ünneplő vándorkiállítás nyílt a Nádasdy Ferenc Múzeumban. 2 tonna halat telepített a napokban a Sárvári Sporthorgász Egyesület a város halas tavaiba. Idén is folytatódik a Mozdulj Sárvár egészséges életmódot népszerűsítő rendezvény sorozat. A Sárvár FC a nagymúltú Csepelt fogadta az NB3-as labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában. Stabilitás és a lehetőségek költségvetése az idei büdzsé, amely remélhetőleg az elnyert pályázatokkal tovább bővülhet az év végére, mondta Már Tivadar alpolgármester, a Fidesz helyi elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatóján. A politikus Kampel Oszkárral, a gazdasági bizottság elnökével együtt adott tájékoztatást. Kampel Oszkár, a gazdasági bizottság elnöke, a Fidesz önkormányzati képviselője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az önkormányzat február közepén elfogadott költségvetése lehetővé teszi, hogy a város idén is stabil keretek között gazdálkodhasson. Ez a költségvetés biztosítja az intézmény fenntartást, a város üzemeltetést, de tartalmazza a fejlesztést. A költségvetés fő összege 2,5 milliárd forint, ez a bevételi és a kiadási oldal is egyaránt, de nyilván évközben majd a költségvetés még módosítani is kell, mert az összegek növekednek, mert pályázati lehetőségek lesznek, hogy egy példát mondjak, a tüdőgyógyintézetnek a felújítása meg fog történni, ott orvosi rendelők lesznek, több 10 millió forintot jelent az, amit érkezik a városba, és ezzel módosítani kell a költségvetést. És hála Isten, azért olyan az önkormányzatunk és olyan a hivatal is, hogy mindig vannak elkészített pályázati anyagok, mindig készen állunk erre. Az egyik dolog az, hogy mindig is volt tartalék pénzünk a pályázatokra, szükséges volt hozzá, a másik pedig az, hogy mindig voltak kész pályázatok. Tehát mondhatnám azt is, hogy egy versenyhelyzet, de mi nem más városokkal szeretnénk versenyezni, hanem az idővel, meg saját magunkkal, és ebben versenyben mindig győztesként kerültünk ki eddig is, remélem a későbbiekben is, mert hiszen sikeres pályázataink voltak, csak rá kell nézni a városra, rá kell nézni ennek a fejlődésére, történetére. Kampel Oszkár kiemelte még, hogy az út- és járdaépítések idén is folytatódnak. A Tomori Pál utca teljesen megújul, a Dózsa utcában pedig már el is kezdődött a csapadékcsatorna építése. A fejlesztések és a beruházások is folyamatosak, ezekre általában most már az utóbbi években mindig az év elején kerül sor, hogy a turistaforgalmat, a nyarat ne zavarja meg. Tehát a kátyúzás májusra meg fog történni, ami nem egy olyan kicsi összeg azért, és a felújítás és a parkolók például a 4-es körzetben, a munkügyi központ melletti parkoló gyönyörű szép megújítása meg fog történni, azon kívül pedig a Laptanya utca 2-10 épület előtti parkolók és annak az aszfaltozása. Tehát ilyen apró lépésekkel mindig fejlődünk, nem is keveset, az egész városot összefüggően nem akarom mondani, de mindig van fejlődés. Már Tivadar alpolgármester, a Fidesz sárvári szervezetének elnöke is a stabilitás és a lehetőségek költségvetésének nevezte a 2016 évi büdzsét. Politikus társához hasonlóan bízik abban, hogy az Európai Uniós pályázatok révén Sárvár számos terve valóra válhat. Az önkormányzat rajtra kész.
az esetek legjelentősebb részében már kész tervekkel leszünk ott a rajtvonalon, és persze onnétól kezdve majd ezt mondhatni, hogy belekerül abba a nagy rendszerbe, amely majd végülis egy pontozás végén majd kiderül, hogy mennyire tudunk ebbe sikeresek lenni, de én azt látom, hogy miután nagyon sok területen tudunk majd rajthoz állni, biztos, hogy lesznek olyan közös sikereink, amelyek egyrészt a város fejlesztésének a szempontjából is fontosak, másrészt pedig talán a lakosság jó érzése szempontjából is fontosak. A költségvetés bevételi oldalán az állami támogatásoknál nagyobb tétel, a helyi és átengedett központi adókból származó adóbevétel, amelyből 2016-ban 1,2 milliárd forintot tervez az önkormányzat. A mi esetünkben egy néhány százalékos, 9%-os emelkedés látható az elmúlt évekhez képest az iparűzési adóbevételben, illetve az idegenforgalmi adónál is valamelyest emelkedést látunk. Ugye itt folyamatosan nézzük mi is a vendégészakák számát, hiszen az idegenforgalmi adóbevétel meg attól függ. A vendégészakák száma is növekedést mutat az eddigi évekhez képest, és mi azért látjuk azt a bűvös 500 ezres vendégészakát, ami talán egy ilyen lelki határ is lehet, hogy majd át tudjuk ugrani. Ez adja nekünk tulajdonképpen az idegenforgalomból származó adóbevétel növelésének a lehetőségét. Ez nekünk is, mint minden városnak, de hangsúlyozottan Sárvárnak nagyon fontos, hiszen ma már a költségvetés egy jelentős része adódik az adóbevételekből, és persze miután ez mondhatni szabadon felhasználható pénz, ezért az is fontos, hogy ezt megfelelően költsük el, tehát hogy olyan beruházásokat eszközöljünk ebből, amely egyrészt ugye biztosítja a város mindennapi sikeres működését és működtetését, másrészt pedig olyan fejlesztéseket tudjunk megvalósítani, amely aztán hosszabb távon szolgálja majd a gazdaságos működést. Az alpolgármester szólt az önkormányzati rendszer átalakításáról is, amelynek keretében csökkentek az önkormányzatok kötelező feladatai, és kikerültek a rendszerből a hatósági feladatok is. Ezzel párhuzamosan az állam átvállalta az önkormányzatok adósság állományát. Én szerintem az önkormányzati világ egyik legjelentősebb eseménye történt akkor, amikor a kormányzat úgy döntött, hogy megszabadítja a településeket attól az adósságállománytól, ami felhalmozódott. Sárvár esetében egyébként ez nem egy működési adósságállomány volt. Én nem is nevezném ezt feltétel adósságnak, hanem inkább hitelnek, hiszen mi a fejlesztésekre, a jövőbeni gondolatok megvalósítására vettük fel ezeket a hiteleket, szerencsére most ettől megszabadultunk. Tehát egy teljesen más struktúrában tudtuk tervezni ezt a költségvetést. A sárvári önkormányzattól két ütemben 1,8 milliárd forint hitelt vállal át az állam, így kötöttségek nélkül szabadon tervezheti a város a következő évek fejlesztéseit. Egy új törvényi szabályozás miatt 2016. január 1-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet. Hámoriné Német Edit intézményvezetőt, a gondozási központot érintő változásokról kérdeztük. A törvényi módosítások értelmében járási szinten család- és gyermekjóléti központnak kell működnie. Ennek értelmében 2016. január 1-jével Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ lett az elnevezése a Nádasdi út 26 szám alatt lévő gondozási központnak. A Család- és Gyermekjóléti Központ a járás 42 településén látja el a hatósági intézkedés alá tartozó gyermekek gondozását, és még ezen túl ellát készenléti szolgálatot. A készenléti szolgálat telefonszáma minden településen kifüggesztésre került. Ez a telefonszám munkaidőn túl bármikor hívható a járás területéről, és ezt a hívást egy esetmenedzser fogadja a központnál, és erre a telefonos hívásra ő egy tanácsot ad, vagy tovább irányítja a hívó felet. A kapcsolatügyeleti szolgáltatása a Család- és Gyermekjóléti Központnak olyan családoknak segít, ahol a kapcsolattartás konfliktusos, és itt a központban oldjuk meg azt, hogy a gyermekével találkozzon az apa vagy az anya, akik a saját háztartásukban ezt nem tudja megoldani. A központ szolgáltatása még a jogi és pszichológiai tanácsadás, döntéshozó konferencia. 4 esetmenedzser és 2 szociális asszisztens látja el a feladatokat.
Emellett a városban megmaradt a családsegítő szolgálat, ami most már a Család és Gyermekjóléti Szolgálat nevet viseli. Ide tartoznak azok a gyerekes családok, ahol a gyermekeknél problémák vannak, de hatósági intézkedésre nincs szükség. Ezt a feladatot 4 szakember látja el. Az, ami még bővült nálunk, a házi segítségnyújtás. A házi segítségnyújtás ez ideig is volt a város területén. A gondozási központ házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónői látták el ezt a feladatot. Január 1-től Sitke község házi segítségnyújtása is az intézményünkhöz tartozik. Sitke községben eddig is volt házi segítségnyújtás, csak egy más szolgáltató látta el, és január 1-től mi látjuk el változatlan formában. Ugyanúgy 2 főállású gondozónő és egy 4 órás gondozónő látja el az ottani idős embereknek az ellátását. Hát gyakorlatilag remélem, hogy nem vettek észre semmit ebből a sitkeiek, hogy ez a változás történt. Ugyanúgy továbbra is van idősek klubja, ahova várjuk az idős embereket, akik otthon nem tudják az idejüket eltölteni, vagy segítségre van szükségük, akár ügyintézésben, vagy szabad idejük eltöltésében. Éppen örömhírt is mondhatok. Egy klubtagunk a hétvégén vett részt egy megyei Kimit Tudon, és ezen a Kimit Tudon ő tovább jutotta az országos döntőbe. Nevét is mondhatom a bácsinak, Gubánovics Karcsi bácsiról van szó, úgyhogy ő egy 3 napos rendezvényen vehet részt Harkányban, ahol előadhatja azt a produkciót, amit előadott ezen a helyi vagy területi döntőn. Étkeztetés keretében a napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítja a központ azon rászorulók részére, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek ezt megoldani. Az étkezés helyben a központban vagy saját otthonukban történik. A gondozási központ egyéb feladatai közé tartozik a védőnői szolgálat, amely gondoskodik a nővédelemről, a várandós anyák, a 0-6 éves és a tanköteles gyermekek gondozásáról. Az ifjúság és egészségügyi gondozás az általános és középiskolás korosztály iskolai egészségügyi és felvilágosító feladatainak ellátását végzi. A védőnői és ifjúsági szolgálat a Széchenyi út 43 szám alatt működik. A központ egyéb feladatai közé tartozik még a háziorvosi ügyeleti ellátás, amely biztosítja a háziorvosi sürgősségi ellátás Sárvárváros és még 32 község önkormányzata által kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. Hámori néni Meterit elmondta még, hogy az önkormányzat döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a településfejlesztési operatív program keretében a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ fejlesztésére. 150 millió forintot igényelnek, amely mellé önrészt nem kell biztosítani. Sikeres pályázat esetén a jövő év elején indulhat a központ teljes körű felújítása. Február 20-án, szombaton nyílt tanítási napot tartottak a szülők részére a Sárvári Nádasdy Tamás általános iskola pedagógusai. Több száz szülőt érdekelt, hogy gyermekeik a tanórákon hogyan tanulnak, milyen aktívak. A Sárvári Nádasdy Tamás általános iskolában egyedülálló módon évek óta szombati napokon tartják a nyílt napokat. Azért döntött így az intézmény vezetése, hogy a szülőknek szabadságot se kelljen kivenni azért, hogy gyermeküket megnézhessék tanórán. Az idei nyílt napon 1-től 8. évfolyamig az első órán 284, a második órán 237 fő, a harmadik órán 210, a negyedik órán pedig 122 fő szülő és nagyszülő vett részt. Az iskolai nyílt napnak nem kimondottan az a célja, hogy iskolánk szeretné bemutatni a klienseknek, a szülőknek, hogy intézményünkben milyen komoly munka, oktató-nevelő vagy nevelő-oktató munka folyik, és ez nem csak az alsó tagozatosokra vonatkozik, hanem 1-től 8. osztályig bezárólag. Régebben kollégáim, kolléganőim mindig mondták, hogy miért csak az alsó tagozat, miért nem a felső tagozat, és 6 évvel ezelőtt úgy gondoltunk az iskola vezetéssel, hogy tényleg az egész iskola tanári kara mutatkozzon be, és a szülőknek sem mindegy, hogy így felső tagozaton látják a gyerekeiket, hogy hogyan dolgoznak.
A Nádasdy iskolában barátságos, felújított környezetben tanulhatnak a diákok, hiszen 5 évvel ezelőtt megújult az épület, és tavaly energetikai felújításon esett át a tornacsarnok is. A nevelőtestület fontosnak tartja, hogy a náluk tanuló és végzett diákok műveltek és humánusak legyenek. Tiszteljék a hagyományokat, becsüljék a demokráciát, szeressék hazájukat. Éljenek egészségesen, megszerzett tudásuk tegye őket boldoggá, sikeres felnőtté. A személyiségfejlesztés nagyon fontos a számunkra. Egyik rész a gyerekek közötti viszonylatába, a pedagógus is egy nagyon komoly mintát mutat a gyermekeknek, és természetesen a tananyagokon keresztül is neveljük a személyiséget. Ez az egyik nagyon fontos, a másik pedig a szociális tanulásba lévő nagy lehetőségek, akkor, amikor a gyerekek egymástól is tudnak tanulni, vagy egymást tudják tanítani. A 2016-2017-es tanévre is készülnek már az intézményben, hiszen tavasszal kerül sor a leendő első osztályosok beiratására. Mindig nagy izgalom a beiratkozás, mindig készülünk a leendő első osztályosok fogadására, ezért tartunk iskolabejáró foglalkozásokat a leendő iskolások, óvodások részére és szüleiket is természetesen hívjuk. Ezt szombati naponként tartjuk, hogy minél többen látogathassánk az intézményt. Két kiváló pedagógus kollégám mat jelöltük ki, és várják a gyermekeket első osztályba, Horváth Tiborné és Hóbor István kollégák tanítók. Lakat Attila végezetül elmondta, hogy a gyerekek és a pedagógusok jól működtek együtt, így ismét egy sikeres, nyílt tanítási napot tudhat maga mögött az iskola. Közgyűlést tartott a Sárvári Nyugdíjas Egyesület, melyen ismét Kálmán Józsefet választották meg elnöknek. A Sárvári Szépkorúak Egyesülete a jövőben is várja az új tagok jelentkezését. Jövőre lesz negyed százada, hogy Hans Dietl Sárvár testvérvárosának, Steinheimnek a lakója, a városhoz fűződő ismertsége révén kezdeményezésére és támogatásával alakult meg a Nyugdíjas Egyesület. Az egyesület első elnöke Pintér István volt, majd őt Lengyel Antalné követte, míg egy ideje Kálmán József tölti be ezt a posztot, amit az egyesület most tartott tisztújításán ismét megerősítettek. Az újra választott vezető fontos feladatának tartja a nyugdíjasok aktivizálását és közösségi életének szervezését. A tervek megvalósítása azonban nem mindig egyszerű. Mikor így összejövünk csütörtökönként, néha eldanaljuk azt a dalt, nótát, hogy szép lassan öregszem, de én ezt nem szeretem. Az idő elszáll. Sajnos az idő elszáll, mert hát eléggé öregszik a tagság. Az elmúlt évben is 4 tagunktól búcsúztunk el, és hát megfogyatkozott a tagság. Ennek azért működik az egyesületünk. A gyűlésen arról számoltam be, hogy 19 alkalommal tartottunk előre szervezett nyugdíjas összejövetelt, ahol részt vettünk. Ebben van színházlátogatás, múzeumlátogatás, képtárlátogatás, kirándulás, ismert tesztelődás, stb. A többi napokon pedig hát kártyajátékkal beszélgetéssel zajlik az idő. A olvasmányom között találkoztam egy francia filozófus mondásával, ami körülbelül így hangzik, igyekszem pontosan idézni. Az időskor kellőképpen elviselése a bölcsesség mesterfoga. És egyben az élet nagy művészetének a záloga is. Mi ehhez a munkához, a nagy zálog beváltásához próbálunk alkalmazkodni és segítséget adni. Ez lesz a következő évben is a feladatunk. Kálmán József érzelmekkel telített, és ugyanakkor a Nyugdíjas Egyesület céljait illetően is teljesen pontos. Elnöki program ismertetőjének fontos része volt az is, hogy tárt kapukkal várják az új tagok jelentkezését. A nagy tolongás nincsen, összesen egy tag jelentkezett újonnan az idei évre. Ezután is a TV nyilvánosság előtt is kérném a nyugdíjas embereket, akik most mentek nyugdíjba, vagy majd
mennek nyugdíjba, hogy keresni meg az egyesületünket, ahol belépés nyilatkozattal részt lehet venni az egyeset munkájában. Az ereshetség és a magány ellen is jó orvosság a Sárvári Egyesület vidám közössége, hisz itt kiderül, idősödő testben is valóban fiatal lélek lakozik. A Sárvári Díszítő Művész szakkör alapítójának új könyvét mutatták be az Esték a Galériában sorozat legutóbbi rendezvényén. Beszprémi Józsefné hímző, népi iparművész új kötete a Nyugat-Dunántúli Szabadrajzú Hímzések címmel jelent meg. A megjelenteket Kondor János, a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója köszöntötte, egyúttal elnézést is kérve a zsúfoltságért, hisz még ennyien nem jöttek össze a lassan 15 éve tartó előadássorozat eddigi úgy 50 rendezvényére. A pályatársak, tanítványok, ismerősök és barátok még a távolabbi településekről is érkeztek a kötet bemutatóra. A Hagyományok Háza Mesterség hagyomány sorozatában megjelent műben eredeti nagyságú mintarajzok, valamint színes fotókkal kísért leírások találhatók. Beszprémi Józsefné Nyugat-Dunántúli Szabadrajzú Hímzések kötetében a szerző az elmúlt 10 évben gyűjtött új mintáit, 64 darab mintarajzot, egy színnel varrott, színes, valamint fehér hímzéses mintái találhatóak. Beszprémi Józsefné könyvét Kutcegi István nyugalmazott főtanácsos mutatta be, kiemelve, hogy 1962-ben kezdte el a népi hímző szakkörök szervezését, szakmai irányítását, tanfolyamok szervezését a sárvári járásban. Egyik legkiválóbb kutatója, felfedezője és népszerűsítője a Nyugat-Dunántúli hímzésnek. Beszprémi Józsefné kezdettől fogva nem csak a közvetlen környezetében, hanem az egész országban, sőt a határokon túl is népszerűsítette ezt az akkor még kevesek által ismert hímzésfajtát. Kimagasló munkájáért 1975-ben népi iparművész, 1987-ben pedig a népművészet mestere címet nyert el. Nagy bátorság volt, 93 éves korban neki kezdeni egy ilyen könyvnek. De hát sikerült. Annál jobban sikerült, mert már tanítványaim is vannak. Két bent van a könyvben is, és az egyik az már Zalában van, Kerekesné, de a Marika, Varga Marika, az Sitkén, és ők, hála Isten, fölnőttek. Fölnőttek, és tudjak segíteni. És be is van írva a könyvben, hogy melyik mint az önöké. Úgyhogy én boldog vagyok, hogy utódot is tudtam nevelni. Babi néni, a Nyugat-Dunántúli hímzéseknek mi a sajátossága? Hol fordulnak elő? Mi a jellegzetessége? Hát nagyon hasonlít a úri hímzéshez. A motivumai azzal a különbséggel, hogy az úri asszonyok arannyal, ezüsttel hímeztek. Ugye leszállt a tudás a leányokhoz, a bedolgozókhoz, azok meg már sok pamutta meg gyapjúval. De különben például az egyik fiam telefonált, hogy anya, egy mintádat látom a tévében. Hát annyira hasonlítanak a vonalak, hogy nem csoda, hogy egy úri hímzés Nyugat-Dunántúlinak látott. És hát és az, hogy nem egy helyen készült, hanem mondjuk az egész Nyugat-Dunántúlnak a keleti részén. Babi néni visszaemlékezéseiben a hímző mozgalom fénykoráról, saját életútjáról is olvashatunk most megjelent kötetében. A 60 éves magyar grafika jubileumát ünneplő vándorkiállítás nyílt Sárváron. Az első magyar nyelvű könyv születésének városa előtt tisztelgő tárlaton nyomon követhető a grafika és a nyomdaipar fejlődése is. A Magyar Grafika Szaklap borítóiból a Nádasdy Ferenc Múzeumban nyílt kiállítást Macó Péter alap arculat tervezője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A jubileumi tárlat egyben a magyar tipográfia 60 éves fejlődését is bemutatja a kiállított borítókon keresztül.
A grafikai ipar fejlődése, változása is figyelemmel kísérhető a tipográfia és nyomdatechnika tekintetében, mondta a tárlatról Faludi Viktória, a Magyar Grafika főszerkesztője. A kiállításunk sorozatunk első állomása Sárvár, ez abból az apropóból is érdekes, mert Magyarországon először magyar nyelven Sárvár közelében nyomtattak, ugye Abáti Benedek nagy hírű mesterünk, akire tisztelettel gondolunk vissza, és ez egy nagyon szép kezdés ennek a vándorkiállításnak. Ezután Egerbe, majd Debrecenbe, Debrecenből Zircre, majd az Országos Széchenyi Könyvtárba kerül a kiállítás, majd sorra kerül Kecskemét, Veszprém, Békés Csaba és Szeged is. Hogyha ezt a tablók sorát nézzük, mennyire változott a grafikai ízlés, a számítógépes tördelésre való átállása a szedett linóbetűkről? Ez a változás itt hogy tükröződik? Mit kell figyelni? Nagyon jó nyomon követhető, más eszközökkel, más stílussal appellálnak a magas nyomtatással készült borítók, illetve ugye a kor jellegzete, sajátossága is megfigyelhetők, az akkori divat, illetve épp nézegettem a lapnak a régebbi számaiban, nagyon sok ilyen protokoll esemény volt, például a Sztálin elvtárs 70 éves születésnapjára egy 70 éves jubileumi szám jelent meg, az akkori technika legkorszerűbb vívmányait felvonultatva. Ma a tipográfia megrendeléseit a reklámpiac adja, melyhez a technika is sokat változott. A történet ugyanaz, csak a díszlet más. Az alapértékeket megőriztük, és ezzel nagyon is vigyázunk. Nagyon fontos, hogy alapvető tipográfiai szabályokat betartsunk, megőrizzünk, és tisztelettel tekintsük vissza a múltra. Ugyanakkor a frissességét a nyomdaipar ugyanúgy megtartsa, és a modern dolgokra fogékonyan új technológiákat és új eljárásokat is alkalmazunk. A kiállítás révén a Nádasdy Múzeum nyomdai anyaga is bővülhet, és a Magyar Grafika legújabb száma Sárvár nyomdatörténetével foglalkozott. 2 tonna halat telepített a napokban a Sárvári Sporthorgász Egyesület a város halas tavaiba. A horgászok legnagyobb örömére néhány napos fogási tilalom után már indulhattak a zsákmány után. Első látásra képtelen a helyzet, a horgászok halakat tesznek a vízbe, mintha visszafelé pörögne a film, ám néhány pillanat múlva kiderül, hogy a somogygeszti halgazdaságból érkezett meg a 10 mázsa 3 nyaras ponty, hogy a csónakázótóba kerüljön. A csónakázótóba és a tétégyári tóba is kerül 10-10 mázsa ponty, ezek 3 nyaras pontyok, ahogy lehetett látni elég szép nagyok, nagyra nőttek, hál' Istennek, egészségesek, szépek, jó minőségű halakat hozunk mindig innen a szokásos tógazdától, úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogy meghozták az első telepítést, a következő telepítés várható, majd március közepén lesz, ugye az egy éves lekötött mennyiségről beszélünk, aminek a felét most le tudjuk hozni tavaszi időszakba, a másik felét meg majd az őszi időszakba próbáljuk. Milyen értéket képvisel ez a halállomány? Hát most ugye beszéltünk itt eszmeértékről, meg a piaci értékről. Nagyon jó helyzetben vagyunk, ugyanis a tógazda, akitől hozzuk, őstermelő, így a 27%-os áfa helyett csak 7%-os áfát számol fel, és így a halnak kilója 620 forint bruttóba kerül, tehát nagyon kedvező áron tudjuk vásárolni a halakat. Milyen halak kerültek most a tóba? Most csak és kizárólag ponty, az engedélyezett. Ugye korábban telepítettünk csukákat, süllőket, most az idei évben csak pontyot próbálunk telepíteni. Ugyanis az a helyzet, hogy próbálunk amúrt is telepíteni, de sajnos ez nem engedélyezett, mint korábban is mondtam, meg hát tudják a horgászok is, hogy sajnos a névék azt nem engedélyezte, mint a nem őshonos hal. Úgyhogy csak a ponty megy egyelőre. A gazda szeme hizlalja a jószágot, azonban a telepítésen jelenlévő népes horgásztársaság esetében erre nem volt szükség, hisz a tóba került halak méretük alapján rögtön ki is foghatóak lennének.
ezért a pecások egy ideig még nem nyúlhatnak botjaikhoz. Ugye ilyenkor mindig egy kis tilalmat szoktunk elrendelni, ahhoz, hogy a halak egy kicsit ismerkedjenek ugye az új közeggel egyrészt. Egy kis pihenőidőt kell nekik tartani. Ez a horgászati tilalom, ez most ugye szombat 12 óráig tart. Azért 12 óráig, mert még ugye szombat-vasárnap, illetve szombattól még közösségi munka van, ugye az ideje alatt nem lehet horgászni, ezért 12-től felszabadul. Most egy speciális helyzet is van, hogy a vasárnap közgyűlést tartunk, így a rendeletünk értelmében közgyűlés ideje alatt sem lehet horgászni. Tehát magyarul a vasárnap délelőtt ismét nem lehet, viszont 12 órától már ismételten lehet horgászni. Hogy meddig tart ki, azt ugye nem tudhatjuk. Nyilván a fogási eredményektől függ majd, illetve hát a kapási kettő, hogy hogy esznek a halak. Bízunk benne, azért kitart mondjuk március közepéig a következő telepítésig, aztán akkor meglátjuk a nyárat. A hal telepítési terv szerint a jövő hónapban még ugyanennyi hal kerülhet a csónakázó és a téglagyári tóba is. Jó fogással felettetve az engedélyek körüli kissé bizonytalan évkezdést. Kedves nézőink, műsorunkat városi programajánlóval folytatjuk. Március 3-án, csütörtökön 19 órától folytatódik a Danubius Hotel pódium sorozata. Az érdeklődőket ezúttal Lár András, Kiderülés, a derűs élet titka című előadásával várják. Március 4-én, pénteken 17 órakor nyílik a Nádasdi Vár folyosó galériájában a Szent Gotthárdi Fotóklub kiállítása. A tárlatot megnyitja Bartakovics Andrea, közreműködik Kóta Pál énekmondó. Március 6-án, vasárnap 11 órakor nyílik a Galéria Árcizban Gyécsek József festőművész A-tól V-ig és vissza című kiállítása, melyet Horváth János festőművész ajánl a közönség figyelmébe. Meghívó koktélpartira. Szeretettel meghívjuk Ön cégünk a Vörös és Társa Kft. Koktélparti rendezvényére március 1-én, kedden 10 órától a Szombathelyi út 1-3 szám alatt található telephelyünkre. A rendezvényen színvonalas szakmai bemutatókkal és akciókkal várjuk minden kedves partnerünket, vásárlónkat. A szakmai bemutató alkalmából vendégünk egy koktélra és ízletes grillfalatokra. A Vörös és Társa Kft. Építőanyag kereskedésében mindent megtalál az alapozástól a tetőfedésig. Célunk a pontosság, megbízhatóság, partnereink teljes megelégedettségének kivívása. Mindenről győződjön meg személyesen, jöjjön el szakmai napunkra, színkeverőben mixeljük a koktélokat. Busókkal üzzük a telet, kaparollal színezzük az életünket. A Vörös és Társa Kft. Március 1-i koktélpartijára 16 órakor megérkeznek a mohási busók is. Ezt a találkozást ne hagyja ki! Vannak dolgok, melyekért érdemes időben hazaérni. Sága. Kóstolja meg a kiváló minőségű sága pulyka párizsikat több ízben is. A Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az elsők között alakítottak ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kulturált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Hatalmas akció az autó Baumgartner Kft.-nél. Rendeljen meg most egyedi kedvezményekkel új autóját, és öné lehet akár egy Renault Fluence Limited gazdag felszereltséggel már 3 millió 590 ezer forinttól. Vagy Renault Clio Alice klímával 2 millió 990 ezer forinttól. Dacia Duster 2 millió 860 ezer forinttól ajándék téligumival vagy tartozékcsomaggal. A szalomba érkező ügyfelek felfedezhetik és ki is próbálhatják a Renault legújabb zászlós hajóját, a Talizmánt, szegmensében egyedülállóan gazdag felszereltséggel.
A megújult környezet és a számos technikai innováció elősegíti, hogy még magasabb minőséggel tudjuk kiszolgálni meglévő és leendő ügyfeleinket. Autó Baumgartner, Szombathely, Csaba utca 7. Mozdulj Sárvár, labdarúgás és kézilabda. Kedves nézőink, mai műsorunkat helyi vonatkozású sporthírekkel zárjuk. Idén is folytatódik a Mozdulj Sárvár egészséges életmódot népszerűsítő rendezvény sorozat Sárváron, számolt be róla Márti Vadar alpolgármester. Az évindító megbeszélésen számos helyi sportegyesület képviselője, testnevelő tanár, lelkes aktivista jelent meg. Immár 5 éve töretlen a népszerűsége a Mozdulj Sárvár egészséges életmódot népszerűsítő programsorozatnak. Ötletgazdája Márti Vadar alpolgármester nem csak beszél a sport fontosságáról, de aktívan művelő is azt Kondora István polgármesterrel együtt, személyes példát mutatva. Idén 6. alkalommal rajtoltak el a Mozdulj Sárvár programjai. A sort a Sárvári Kerékpár Egylet, Kerékpáros Város elnevezésű rendezvénysorozata nyitotta február utolsó hétvégéjén. Én örülök annak, hogy ez évről évre egyébként meg tudjuk ismételni, illetve tovább tudunk lépni egy-egy lépéssel, hiszen ez csak egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen ernyő gondolat egyébként a Mozdulj Sárvár, hiszen minden sportesemény, minden akció, minden megmozdulás az valójában vagy a civil szervezetek, vagy pedig lelkes testnevelő tanárok és embereknek a olyan megmozdulása, amely azt segíti, hogy a város sportéletét egy kicsit előre tudjuk mozdítani, és persze ebből adódóan, mert hogy sok szereplős ez az egész játék, nagyon szép és színes paletta alakult ki. Talán egy kicsit színesebb is egyébként, mint az eddig években, és azt is hozzá kell tenni, hogy idén van a nagy sportév persze, amikor van a foci EB, illetve az olimpia is augusztusban. Tehát még ezt talán kicsit színesíteni is fogja, hogy otthon mindenki tudja nézni ezeket a világhírű sporteseményeket, mi pedig Sárváron ehhez próbálunk egy kicsi adalékot adni. Március 13-án a Sárvári Vadkert Major terepfutó versenyen folytatódik a programsorozat, majd március 19-én a Sárvár fürdő félmaratonon állhatnak rajthoz a futás szerelmesei. Azok az akciók, azok a sportesemények, amelyek az eddigi években is már megrendezésre kerültek, én úgy látom, hogy azok is biztos talajon ülnek már, például a Városi Sportnap kiegészülve a 12-24 órás futással ugyanúgy megrendezésre kerül, ennek egy kiegészítő rendezvénye a Táncvilágnapja, Haraszti tanár úr által szervezett Fut a Sárvár, Gurula Sárvár szintén megrendezésre kerül, de már egy újabb adalékkal, hogy a kerékpáros egylet is ehhez csatlakozik, és majd ők szerveznek majd egy éjszakai kerékpározást, persze bemutatva az éjszakai kerékpározásnak a minden egyéb fortéjait és jó dolgait, persze veszélyeit is, hiszen a Mozdulj Sárvár erről is szól, nem csak arról szól, hogy sportoljunk, hanem arról is szól, hogy mik azok a kiegészítő információk, amit esetleg érdemes tudni, akár a kerékpározásról, persze akár az összes többi sportról, és az összes többi egyéb tevékenységről, például a függőségeinkről is, hiszen ez szeptemberben egy újabb hétvégének a tematikája lesz, vagy lehet. Ugye az elmúlt évben a szertelen hétvége, a szertelen futás, a szertelen gurulás mentén szerveztük azt a szeptemberi hétvégét, most pedig a szeres aktivitások, vagy pedig függőségeink mentén fogjuk ezt a hétvégét szervezni. Én köszönöm szépen már előre azoknak az aktív embereknek, tanároknak, civileknek is, mindenki, aki egyáltalán ebbe részt vesz, hogy mellé áll a mozgalom mellé, és ez talán egyrészt üzenet lehet a város lakói számára, hogy mindenki, aki úgy gondolja, hogy részt vesz ebbe a mozgalomba, az akár egyénileg is, tehát hogy kipróbálja magát, akár pedig a civil szervezetek és egyesületek mentén tud ehhez csatlakozni, úgyhogy én biztatok mindenkit, egy kicsit tovább lépve is, én már látom, hogy a hozzánk látogató turisták, vendégeknek is egy kicsit ezzel programot tudunk ajánlani, úgyhogy mindenki, aki ebben részt szeretne venni, bátran csatlakozzon. A programtervezetben szerepel még teremtájfutás a Nádasdy iskolában, nagy sportágválasztó a Postatéren, valamint Streetball Fesztivál.
Márti Vadar alpolgármester pedig bízik abban, hogy nem csak a sárváriak, de a városba látogató turisták is bekapcsolódnak majd a Mozdulj Sárvár rendezvényeibe. Alsóházi rangadónak indult, sima vereség lett a vége. A Sárvár FC idei első hazai meccsén a nagymúltú Csepelt fogadta. A Sárvár FC 11 pontjával a 15. míg a vendég Csepel 16 ponttal a 14. helyen állt a forduló előtt. Ebből akár egy izgalmas, fordulatos csata is összejöhetett volna. A találkozó ennek megfelelően hazai fölénnyel kezdődött, ám a vendégek hamar lehűtötték a kedélyeket. A 11. percben a sárvári védelem asszisztálása mellett Horváth Ádám lépett ki, majd enyhén kisodródott helyzetből Oswald kapus lába között a kapu jobb oldalába lőtt. 0-1. A Sárvár FC azonban nem adta fel, és ezt követően is sokkal többet birtokolta a labdát ellenfelénél. A téli igazolások közül a Récelakról érkezett német Gábor többször is zicserbe került, ám próbálkozásai rendre célt tévesztettek. Az első fél óra végén Tóth László fordult le ígéretesen, ám a 16-os vonalánál buktatták. A megítélt szabadrúgás ezúttal veszélytelennek bizonyult. Az első játékrész végén még az ezúttal támadóként szerepeltetett Rajos került helyzetbe, ám éles szögből fölé lőtt. A második játékrész 5. percében Subic belépője után szabadrúgáshoz jutott a Csepel. Mészáros Attila jó 18-19 méterről végezhette el a szabadrúgást, a labda pedig a meglepett Oswald mellett a jobb felsőben kötött ki. 0-2. Ezt követően a Sárvár FC próbálkozott ugyan, ám támadásaiban sem ötlet, sem átütő erő nem volt. Előbb Rajos pörgetett kapura egy aláhulló labdát, majd pedig Kocsis és Sipos egymást zavarta, így utóbbi az oldalhálóba küldte a játékszert. A mindent egy lapra feltevő Sárvár ebben a szakaszban is többet birtokolta a labdát, helyzetet Horváth Ádám révén mégis a jól kontrázó Csepel tudott kialakítani, igaz, ekkor már Oswald kapus résen volt. A végén a Cseppet sem legyőzhetetlen csapat benyomását keltő, ám szerencsésebb és kevesebbet hibázó vendégek örülhettek a 3 pontnak. A Sárvár Fürdő Kinizsi NB2-es női kézilabda csapata február 28-án vasárnap 11 órakor a Nádasdi iskola tornacsarnokában a Körmend együttesét fogadja. A junior mérkőzés 13 órakor kezdődik. Kedves nézőink, a Sárvári Televízió február 27-i magazin műsorát látták. Új pénteki mozaikkal március 4-én jelentkezünk. A 2016. évi költségvetésről és az idei tervekről kérdezzük Kondora István polgármestert. Új hírek 7-kort március 5-én szombaton láthatnak majd. Műsorainkat megnézhetik a weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n. Kövessenek bennünket a Facebookon is, a viszontlátásra!